A kijárási korlátozás betartását ellenőrzik a rendőrök Budapest belvárosában. November eleje óta este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, zárva vannak az éttermek, szállodák, csak úgy, mint a mozik, a színházak és rendezvényeket sem lehet tartani. A koronavírussal továbbra is harcban állunk. A szigorítások hivatalosan december 11-ig lettek volna érvényben, de a járványügyi helyzet miatt most egy hónappal meghosszabbítják, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután járványügyi szakemberekkel egyeztetett. A kormányfő köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak és a pedagógusoknak, majd ismertette az operatív törzs döntéseit. A legfontosabb, hogy a jelenlegi kijárási tilalom és szigorú intézkedések január 11-ig, tehát további egy hónapig érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy este 8 és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van. Hogy kivételt lehet-e majd tenni szenteste, csak december 21-én az akkori helyzet ismeretében döntik el, de az már biztos, hogy az idei szilveszteri bulikat és utcabálokat nem engedélyezik. A miniszterelnök kiemelte, a megoldás a járvány legyőzésére a vakcina, amely már belátható távolságban van. Az oltással kapcsolatos regisztráció kedden indul el. Azért dolgozunk, hogy Magyarországon az elsők között juthassunk vakcinához. Mindenkivel tárgyalunk, se politikát, se egymással versengő nagy nemzetközi cégek érdekeit nem vesszük figyelembe, csak az számít, hogy a magyarok minél gyorsabban és minél biztonságosabban juthassanak vakcinához. A miniszterelnök a járványvédelmi szabályok betartására kért mindenkit.